Az elmúlt héten közlekedésbiztonsági parkká alakult át a Nyíregyházi Városi Sportuszoda parkolója. A tanév kezdete után egy héttel indult el az az országos programsorozat, amely 13 héten keresztül igyekszik szabadtéri helyszíneken megismertetni a 6-8 éveseket a helyes közlekedés szabályaival. A HUMDA, Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség kezdeményezése fontos előkészítő lépése lehet a biztonságos közlekedésre nevelő tanterv kidolgozásának. A jövő közlekedői azok a mostani kisgyerekek. Nagy veszélynek vannak kitéve, hiszen ugyan autó, ami nem közlekednek, de ugye kerékpárral, futóbiciklik, rollerek, manapság már annyiféle ilyen picikerő közlekedési eszköz van, amin a gyerekek elkezdenek közlekedni. Nagyon fontos, hogy megismerjék azt, hogy egyébként milyen veszélyek leselkednek rájuk a közlekedés világában. Továbbá az is nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak van egy nagyon ambiciózus terve, miszerint 2030-ra a felére, 2050-re pedig ugye nullára szeretné csökkenteni a halálos kimenetelő közlekedési baleseteket. Ennek szerintem elengedhetetlen lépése az, hogy gyereket már most elkezdjük erre oktatni. A gyerekek körében az elektromos járművek voltak a legnépszerűbbek, de a csoportok számára nem a gyakorlópályán kezdődött a program. Először is egy oktató részen vesznek részt a gyerekek, ahol egy 20 perces számukra a nyelvük lefordított oktatóanyagot próbálunk átadni nekik, hogy a hétköznapi közlekedés az könnyebb legyen. Majd utána gyakorlatban is ezt megnézik, körbe mennek először, minden táblát megismernek, elmondják, és utána hagyjuk őket közlekedni, amikor már tényleg tudatosult bennük, hogy melyik tábla, hol kell megállni, melyik oldalon mennek. Mint Szabó Tünde sportét felelős államtitkár kiemelte, a fiatalok felelős és biztonságos közlekedése nevelését nem lehet elég korán kezdeni. Most első és második osztályos tanulókról van szó. Szeretnénk, hogyha lejjebb menne akár a nagycsoportos óvodás korosztályig, hiszen minél hamarabb megismertetjük a gyermekekkel ezeket a nagyon fontos eszközöket, vagy közlekedési lámpákat, vagy magát a közlekedés millióit, akkor biztosak lehetünk benne, hogy azok a balesetek, amelyek súlyos vagy akár halálos sérülésekkel járnak, ezeket radikálisan tudjuk csökkenteni, hiszen láttuk az elmúlt időszakban is, hogy ha közelebb tudjuk vinni a gyermekekhez a hasonló programokat, akkor bizony meg tudjuk óvni sok-sok száz vagy ezer gyermeknek a biztonságát és az egészségét. A kampányhoz kapcsolódóan a kis településeken egy ingyenes tájékoztató kiadványt kapnak a gyerekek. A közlekedésbiztonsági park ezen a héten Debrecenben várja az érdeklődőket, majd újabb megyeszékhelyeket követően december közepén Budapesten zárul a Biztonság az első elnevezésű programsorozat.